Sziasztok! Ahogy ígérem, folytatom a videómat. Ugye most jön a második kérdés megválaszolása, hogy az előző a meditáció volt és a relaxáció. Most ez a kérdés egy személyesebb kérdés, de többen tettétek föl, hogy ugye mi motivált, hogy jutottam el odáig, hogy ne adjam föl, és tényleg eljussak egy olyan tudatszintre, egy olyan rezgésszintre, hogy tényleg egy úgymond álomvilágba élhessek, tehát a saját álomvilágomban. Hát a lényeg az, hogy ugye én elég korán elköltöztem otthonról, tehát a lényeg az, hogy én már 16 évesen ugye elköltöztem, sikerült egy számomra nem túl pozitív kapcsolatba belekerülnöm. Ez tartott 25 éves koromig, és hát itt ugye megtapasztaltam mindent, a szeretet hiányt, az, hogy hiába kerestem jól, a pénztelenséget, tehát ugye mindig odaadni, mindig leadni. Nekem úgy sem volt nagy igényem, tehát én nem voltam egy nagy költekező, inkább legyen neki, inkább legyen meg. Na mindegy, a lényeg az, hogy ebbe megálltam minden negatívumot, és megismertem ugye a Titok című filmet. Ez akkor jött be, amikor 23-24 voltam, nem itt Magyarországon akkor jött be, és a lényeg az, hogy elkezdtem ugye ezt csinálni, és meditálni, a teremtő meditációkat csináltam, és ugye ez az akkori páromnak nagyon nem tetszett. Ez volt az egyik, az íre a pont, hogy csináltam ugye egy kívánságtáblát, ugye ami volt is a Titokban, és a lényeg, hogy ugye ő ezt, mire hazamentem, kidobta, hogy mekkora hülyeség ez, hogy nem kell ilyen hülyeségekbe hinni. Na és én ezzel voltam úgy, hogy tényleg, hogyha az ember hozzátenni nem tud, legalább el ne vegy ilyet, tehát nem szabad. Ez még olyan helyzet volt, amit úgy nehezen tudtam így magamba letudni, és akkor volt az igazán az íre a pont, amikor el kellett mennem ugye vásárolni, venni magamnak cipőt, és bementem a bevásárlóközpontba, a cipőboltba. Két teljesen aranyos lány volt bent, köszöntem, bementem, és annyira rossz érzésem lett, hogy én hogy nézek ki. Én nekem annyira nem volt önbizalmam, nem csak a külső, úgy emblok, mint emberileg, hogy szégyeltem magam. És bementem, és azon a mozdulattal el is köszöntem, és kijöttem. Inkább nem vettem cipőt. A lényeg az, hogy ez alatt az idő alatt én lefogytam 62 kilóra, tehát ez a 8,5 év kb. A kapcsolatban. Lefogytam 62 kilóra, az én 180 centimhez, hát az elég kevés, tehát na, eléggé csúnyán néztem ki, és még abból elkezdtem fogyni. És ott kezdtem el rájönni, hogy itt valami nem jó, tehát innen lépni kell bármit, de lépni kell. Nagyon nehezen léptem meg ezt a szakítást, ez nagyjából 3 éven betelt egyébként, mire úgy voltam, hogy jó, kész, nincs tovább vége. És én elköltöztem akkor, és én 7 nap alatt 8 kilót hisztam, tehát több mint napi 1 kilót hisztam, és én a 8-8 és fél év alatt nem tudtam hízni, egy kilót csak fogytam. És ott világosodott meg számomra az, hogy tényleg minden legjobb. Tehát amikor az emberek rákosak lesznek, cukros, még millió dolgot sorolhatnak, minden legjobb. Ott még ugye a tudatalattival nem annyira foglalkoztam, a pszichológiát tanultam, de csak ilyen abszolút a hobbiszerűen, tehát nem voltam benne otthon. És mindegy, a lényeg az, hogy ez így megvilágosodott számomra, egyszerűen kisimult az arcom, nem ismertek rám az emberek, annyira jó érzés volt. Ugye az ekcémáról nem is beszélve, tehát csupa ekcémán voltam, 62 kiló mellé, úgyhogy gyönyörű voltam. Emellett ugye autófényező voltam, tehát az azért nem segített rá nagyon. Na mindegy, a lényeg az, hogy ugye erre, hogy én egy ekkorát lépek, és tartsa bennem a lelket, és én utána ugye elkezdtem ingatlanozni, ott ugye nagyon vonzott a pénz is, maga az üzletiesség, maga az, hogy végre nem melós ruhába kell lennem, hanem bementem az ingatlan irodába, és akkor az ingatlanosok még tényleg ingatlanosok voltak, tehát akkor azt mondom, hogy ott beléptem az irodába, és ott a 32 ember tényleg profi volt, tehát úgy éltek, hogy nézd, és mindenki színházba készült volna, nekem úgy voltak fölöltözve, drága óra, drága öltöny, és úristen, mondom, hát így akarok élni. És ezek mind éreztem magamban, hogy én kevés vagyok, de nem baj, csináltam, hittem a Titokba, és csináltam tovább, meditáltam tovább. A lényeg, hogy itt is ugye 3 hónap eltelt, és nem adtam el semmit. Fölvettem 28 vagy 26 ingatlant, folyamatosan nyomkodtam le az árakat, azt csináltam, amit tanítottak ott, nagyon jó vezetőim voltak. Én a mai napig nekik köszönhetek egyébként sok mindent.
maga az üzleti ilyességben, maga az, hogy bármit el tudok adni, és nem csak az, hogy bármit ugye el tudok adni, hanem az, hogy ezzel mennyit tudok segíteni másoknak, akár tanácsokba. Teljesen megváltoztatta ugye ez a lépés az életemet. A lényeg az, hogy negyedik hónap teljesen elfogyott minden pénzzel, egy forintom nem maradt. Most úgy voltam vele, most vagy visszamegyek valami munkahelyre, amely kapok egy hónap múlva valami alamizsnát, vagy lesz, ami lesz, mert nincs mit vesztenem, és így elengedett ez a gyomorideg, mert nekem négy gyomoridegem volt, hogy úristen, miben fogok élni? Hát most én ha nem adok el semmit, akkor nincs pénzem. És így ilyen voltam teljesítménybéres autófényező, az azért mindig egy kicsit fixebb volt, tehát munka az mindig volt, és itt meg nem adszál semmit, nincs pénzed. És ugye elengedtem ezt a feszültséget, tehát már elvesztettem minden, nincs mit vesztem. És azon a héten négy ingatlant adtam el egymás után, fú, ha jól emlékszem, 780 ezer körül kaptam készhez, tehát az azért nem volt rossz. És akkor onnan jött ez a nagyon nagy lépés, még nagyobb erőt kaptam, még jobban utána mentem ennek. Ott nagyon jól mentek tényleg a dolgaim, és akkor jött egy olyan lecsúszás, hát másfél év után, egy nagy lecsúszás, ez a nem csörg a telefon. Én még az akkori páromnak mondtam, hogy nem csörges, mert meg elrondott a telefon, mi történt? Semmi tökéletes, és kutya nem hívott, semmi. És ott jöttem rá, hogy van valamilyen szinten van egy előre megírt karmánk is, tehát aminek be kell teljesülnie. Meditálhatunk, meg a téta meditációt is lehet nyomni, ugye a tudatalatti teremtést, ami nagyon fontos, de mégis van, amit meg kell élnünk időnk az életünk folyamán. És ha visszanézünk, tényleg minden, aki önerejéből meggazdagodott ember, mindenki többször csúszott le, tehát kétszer-háromszor lecsúsztak. Én hárman már túl vagyok, most már nem szeretnék többször, nagyon jó tartom, és hál' Istennek haladok fölfele folyamatosan. Attól függetlenül, hogy most ilyen járvány jön, olyan válság, teljesen mindegy. Úgy érzem, hogy nincs rám hatással, és ez nagyon jó. És így tényleg haladok fölfele, úgyhogy adok közben, nem elveszek. És ez még fontosabb, hogy jól érzem magam tőle, hogy adok, és nekem úgy van, hogy adok. Tehát nekem abból jön. És olyan, mintha a karmába is tennél. Tehát, hogy adsz, és jó, hogy megfizetnek érte, de te sokkal többet adsz, mint amilyen megfizetnek. Tehát te tudod magadban, hogy mekkora értéket tudsz adni. És ez picit a karmába így raktározódik, olyan, mint egy bank. És ez szép, lassan mindig visszacseng. Úgyhogy lényege az, hogy én azt mondom, hogy meg kell élni ezeket a mélypontokat, a lecsúszásokat, iszonyat erőt ad utána az embernek, és ott nagyon sok minden lévünk rá, hogy valóban mind kell változtatni. Olyan, mintha például egy ház dörögjéne, vagy romokba lenne az alapja miatt, de sosem megyünk le a pincébe. Megnézni, hogy mitől. Na ez olyan, nem épp pont, akinek nem mentünk a pincébe, és látjuk, hogy hát rogyadozik az alapot, hiba van, azt javítani kell. Úgyhogy én azt mondom, hogy a lecsúszások kellenek, nagyon figyelmesen kell nézni, tehát nem negatív irányba kell e felé nézni, akkor az elsőnél még én is tom voltam, hogy nem már, hát végre milliómos lettem, végre millió felül keresek minden hónapban. Most újra nincs semmi, és ez a úristen, na mindegy, akkor ugye ezt még nem tudtam. Most már visszamenőleg tudom, és örülök is neki, hogy ezt megéltem, tehát ennek így kellett lennie. Úgyhogy kellenek, és amikor lecsúsztok, vagy van egy ilyen mélypontotok, nagyon nézzétek meg, mi történik ott, mi lehet ott, mi az, amit tanulnotok kell. De aztán utólag úgy is kitisztul. A lényeg az, hogy ugyanúgy, mint az előző videóban mondtam, a teremtő relaxációt csináljátok, és a téta meditáció nagyon fontos. A tudat alatti, azt ki kell pucolni, azt ki kell mosni, az van, hogy évek, de az folyamatosan egyre jobb lesz, ahogy tisztul ki, egyre jobb lesz, és ha egyszer a kettőt csináljátok, olyan mondom, mint hogy egy házrenoválás. Az alapjait is csináljátok, az a téta meditáció, és a többi pedig a ti relaxációtok, az egész háztől. Úgyhogy csináljátok így, és nagyon sok sikert nektek, ügyesek legyetek. Sziasztok!